Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, polgármester urat, a város vezetőit, volt képviselőket, aki úgy látom, hogy nehezen tud megszabadulni attól, hogy Dunai város érdekeit képviselje, de ez nagyon helyes, hogy így van. Azt is mondhatnám, bár ezt mit szoktok erre mondani, hogy populista az ember, ha ilyeneket mond, de azért végül is megfelel a tényeknek, hogy tavaly itt jártam, akkor hoztam 10 milliárd forintot, és akkor most még hoznék 5,8-at, hogyha ezzel a város is egyetért, de természetesen az adófizetők pénzéről beszélünk, és ezért érdemes felelősséggel és tisztességgel beszélni erről. Amikor a 40, 60, illetve 70% körüli adósság elengedésről gondolkodtunk az elmúlt esztendőben, akkor teljesen világos volt számunkra, hogy a további fejlődését Magyarország településeinek, önkormányzatainak az adósság teher, a kamattörlesztés és magának az összegnek a visszafizetése az olyan módon húzza le, vagy mondjuk így, hogy nyomja le, hogy valóságos fejlődés és fejlesztésre nagyon kevés lehetőség van. És ez igaz nem csak Dunaújvárosra, nem csak Fejér megyére, hanem az egész országban. Itt vannak nekem a számaim, azt hiszem erről hallottak már többször, 1200 milliárdos adósságállomány. 1200 milliárd az egész országban. Ebből az elmúlt év december 31-ig 880 milliárd adósságot vállaltunk át, és most úgy döntöttünk, hogy február közepéig, február 15-ével bezárólag az összes adósságát átvállaljuk minden települési önkormányzatnak, korábban a megyei önkormányzatokkal ezt már megtettük, és akkor azt is mondhatjuk, hogy a négy szintű eladósodásban, ami egyrészt a magának az egész államnak, Magyarországnak az eladósodása, aztán a megyei szint, a települési önkormányzatok szintje, és ne hagyjuk ki az egyéni családokat, hiszen Magyarországon több millió embert érint a devizahiteleknek az ügye. Nyilván látják azt a küzdelmet, amit ezen a területen folytatunk, hogyha az ügy is lezárul, akkor tudjuk azt mondani, hogy végre ott vagyunk, hogy lehet a fejlesztésekre és a fejlődésre koncentrálni. Hát amit várunk ezért az adósság átvállalására, ez pontosan 5,84 milliárd forint, tehát majdnem 6 milliárd forint, az az, hogy végre akkor a települések koncentráljanak a saját fejlesztéseikre, illetve ami legalább olyan fontos, hogy ne keletkezzen újabb adósság, hogy gazdaságilag megerősödjünk, ez a helyi vállalkozásnak, a helyi gazdaságnak a beindítása. Ebben az ügyben úgy gondolom szintén elég sokat léptünk előre, mert hogy nagyon fontos, hogy azok a fejlesztések, amik itt zajlanak, azt azok a vállalkozók tudják végezni, vagy legalábbis részt tudjanak benne venni, akik itt a környékben és a településen érintettek, hiszen akkor erősödik meg a helyi gazdaság. Tehát ezt kérjük a polgármester úrtól, aki szerintem ezt önmagától is tudja, hogy a helyi gazdaság beindítása, a helyi kis- és középvállalkozásoknak az erősítése legyen az a terület, ahol a fejlesztéseknél erre odafigyelnek. Elég látványos, úgy gondolom, a belvárosnak a rekonstrukciója, a megújítása. Ez egy nyilvánvaló jele annak, hogy mire lehet koncentrálni akkor, hogyha egyébként az adósságállomány sikerült ledolgozni. Most már lassan véget ér ez a folyamat, és azt kívánom a Dunaújvárosnak és a környékbeli településeknek, akik szintén megszabadulnak az adósságtól, hogy tudjanak élni ezzel a lehetőséggel. Nyilván továbbra is államként visszük tovább ezt a dolgot, de helyi szinten ez többé terhet nem fog tudni jelenteni, és akkor azt a politikát is lehet úgy folytatni, hogy ne keletkezzenek újabb terhek, ami itt azért az oktatásba investált, ami itt a helyi szociálpolitikába investált. Azt gondolom, hogy Dunaújvárosnak az iskola rendszere az egy példamutató fejlődésen ment keresztül. Ezt most úgy kell megoldani, hogy ebből ne újabb terhek keletkezzenek, hanem valóban a jól működő rendszer legyen. Itt konkrét dolgokról még fogunk tárgyalni, fogunk beszélni, de minden ügyben, ami jó ügyállók rendelkezésre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.